1000 milliárd forinttal rendelkezésre a Nemzeti Tőkeholdingnál, hogy segítse a vállalkozások tőkehelyzetének rendezését, hogy a tőke hiánya ne lehessen akadálya a munkahelyek megtartásának. Meghirdetünk egy agrármoratóriumot, ezt a magyar gazdák védelme érdekében hiteltörlesztési moratóriumként hirdettük meg. 7500 agrárvállalkozásnak 285 milliárd forint hitel után 16 hónapig nem kell törlesztő részletet és kamatot fizetniük. Meghirdettünk egy turisztikai akciótervet, hogy az ilyen vállalkozásoknál a fejlesztési hozzájárulást ne kelljen befizetni, nem töröltük el, de felfüggesztettük, és a szép kártyák felhasználását pedig fölgyorsítottuk, hogy a magyarok idehaza költsék el a pénzüket.